Július elejétől kezdve 7 héten keresztül összesen 61 középiskolás látott el bűnmegelőzési feladatokat Keszthelyen. Az elsődleges cél az volt, hogy erősítsék az itt élők és ide látogatók biztonságérzetét. Megelőző, felvilágosító tanácsokat adtak a járókelőknek, segítettek a talált tárgyakat visszajuttatni a tulajdonosához, és kerékpárokat regisztráltak a Bike Safe programban. Heti turnusokban váltották egymást a fiatalok. Egy hetet töltöttünk el a bűnmegelőzési irodánál, bike safe-eztünk, és nagyon sok embernek tudtunk segíteni ezáltal, és nagyon sok örömmet lehetem benne. A tavalyi évhez hasonlóan idén is csökkent az ismerté váló jogsértések száma Keszthelyen. Ehhez a nyári bűnmegelőzési iroda is hozzájárult, vélekedik Keszthely rendőrkapitánya. Dr. Andor László pozitívan értékeli a diákok tevékenységét. Sikerült az idejében minimálisan csökkenteni a szezonális vagyonelleni bűncselekményeket, nem volt Keszthely városában vagyonelleni erőszakos bűncselekmény a turisztikai szezonban, úgy mint kifosztás, zsarolás, rablás, illetve azokat az alkalmi strandi lopásokat is sikerült csökkentenünk, amelyek a korábbi években többes számban fordultak elő itt a régióban. Úgyhogy úgy gondolom, aktív hozzájárultak ehhez a jó bűnügyi közbiztonsági helyzethez. Ajándékcsomaggal köszönte meg az önkormányzat a diákok munkáját. A város biztosította az iroda működéséhez az anyagi feltételeket, míg a rendőrség látta el a szakmai vezetést. 20. éve működteti az önkormányzat a bűnmegelőzési irodát, mondta az idei záró rendezvényen Keszthely alpolgármestere. Bozár Péterné kiemelte a rendőrség és az önkormányzat dolgozóinak összefogását, melynek köszönhetően ismét sikeres szezont zárhattak. Nagyon fontos, hogy a lakosaink biztonságban érezzék magukat, és hogyha mindig van egy ember, akihez fordulhatnak, különösen itt a frekventált területen, a Balatonparton, az nagyon jó. És nyilván turizmusból is szeretnénk megélni, tehát a turisták számára is jó, hogy van hova fordulniuk, esetleg figyelmeztetik őket egy lehúzott ablakra, egy ott felejtett csomagra, egy elveszett kisgyereket megtalálnak esetleg, illetve a szüleit megtalálják. Nagyon fontos mindez számunkra, hiszen akkor érezzük jobban magunkat a városban. Bozár Péterné hozzátette, Keszthely minden generációja számára fontos a bűnmegelőzés. Példaként említette, hogy az idősügyi tanács tagjai egy kis videóval vesznek részt a 72-60-asok című vetélkedőn.